A magyar diafilmgyártó vállalat bemutatja Modern festészet a posztimpresszionisták című diafilmjét. A múlt század utolsó harmadában a polgári társadalom első megrendülése a párizsi kommün körüli években friss áramnak tört utat magának a francia festészetben. Az életöröm, a felszíni csillogás, az illúziót keltő életszerűség művészete, az impressionizmus. Népszerűsége páratlan volt. Monet, Nők a kertben, 1867. A művészek egy részét azonban nyugtalanság fogta el. Folytogatta őket a válság előérzete. Nem másolni akarták a világot, hanem megváltani. Nem alkottak csoportot, de mivel közös vonásuk, az impressionizmus túlhaladása, posztimpressionistákként emlegetik őket. Van Gogh, Varjak a búzaföldön, 1890. Seurat, Tengeri sziklafok. Seurat még tulajdonképpen nem akart mást, csak teljes következetességgel végigvinni az impressionista színfelbontást. Minden színárnyalatot keveretlen, tiszta színek pöttyeire bontott fel, és a néző szemére bízta a keverést. A palettán végzett műveletet természettudományos alapon optikai művelettel helyettesítette. Seurat, akt. A színek törvényeinek megtalálásánál nem állt meg. Törvényt keresett a harmonikus képszerkezetre is. Így jutott el végül a spontán érzékelésen alapuló impressionista módszer ellentétéhez, a tudatos komponáláshoz. Seurat, Pour un dessin. Seurat, cirkusz. Ha késői képeiben van is némi mesterkéltség, Seurat óriási érdeme az a felismerés, hogy a művészet addigi nyelvezete túlhaladott. Ezért új kifejezési formákat kell teremteni. Toulouse-Lautrec, Tánc a Moulin Rouge-ban, 1890. Toulouse-Lautrec nem követett szigorú művészi programot. A nagyvárosi életet festette, mint az impressionisták, és éppen úgy röptében kapta el a mozgást, mint ők. De az impressionistáktól eltérően ő sohasem tudott érzelmileg közömbös maradni. Figuráit metszően, gunyorosan jellemzi. Élesen elhatárolóak a kontúrok is, amelyek körülveszik őket. Toulouse-Lautrec, Ezek a hölgyek. Toulouse-Lautrec, Plakát, 1893. Eredetisége, újító szelleme főként litográfiáin mutatkozik meg. Ezek a lényegre leegyszerűsített markáns rajzok új műfajt is teremtettek, a modern plakátot. Cézanne, a marseilli öböl. Paul Cézanne évekig Párizsban élt, és az impressionisták csoportjával együtt állított ki. Művészete nélkülük elképzelhetetlen lenne. De csak akkor vált valóban korszakalkotó jelentőségű mesterré, amikor falusi magányába húzódva egyedül nézett szembe a festészet új problémáival. Cézanne csendélet kék vázával. Az illúziók elvesztésének korában valami bizonyosat, állandót keresett. Ezért arra törekedett, hogy kiküszöbölje az impressionizmusból az esetlegességet, azonban úgy, hogy a közvetlen életszerűség ne essen áldozatul. Cézanne, Nő kávésbögrével, 1893. Amikor modelljét figyelte, távol tartott magától minden gondolati előítéletet a formálásra vonatkozóan, és minden zavaró érzelmet. Teljes tárgyilagosságra törekedett, hogy képe éppen olyan valóságos legyen, mint az élet, de nem a látott dolgok tükörképe, hanem a természet alkotta tárgyakkal egyenértékű dolog. Cézanne, Mont Saint-Victoire. Színfoltokat festett, de nem a levegő vibráló szín és fényjelenségeit akarta visszaadni velük. Színmozaikjait úgy építette össze, hogy ne valamiféle hamis térillúziót keltsenek, hanem szilárdan megkomponált festői együttest alkossanak, festői teret a vászon síkján.
Cézanne húshagyó kedd. Képeinek építményében lényeges szerepe volt a térbeli összefüggéseknek. A természetben minden három alapvető idom, a gömb, a kúp és a henger szerint alakul. Ezeknek a legegyszerűbb alakoknak a festését kell megtanulni, és aztán mindent meg lehet csinálni, amit csak akarunk, írta. Cézanne, gyümölcs csendélet. A motívumokat legjellemzőbb oldalukról mutatta meg, nem úgy, ahogy véletlenül feléje fordultak. Egy képen belül tehát több nézőpont is szerepel, ami szakítást jelentett a reneszánsz óta érvényben lévő centrális perspektívával. A mértani leegyszerűsítés és a többnézetűség később egy egész irányzat, a kubizmus alapelve lett. Cézanne vörös mellényes fiú. Cézanne tehát nem csak az impresszionizmussal helyezkedett szembe, hanem a művészet évszázados szemléletével. A műalkotás igazságát nem a fényképszerűen tökéletes másolásban kereste. Van Gogh, önarckép, 1887. Van Gogh, aki Hollandiából indult és jutott el ugyancsak egy dél-francia kisváros magányába, nem a szigorú tárgyilagosság, hanem az érzelmek erejével ostromolta a megrögzött szokásokat, a jól lakott önelégültséget, a közönyt. Van Gogh, krumplievők, részlet. Előbb, mint misszionárius, azután, mint festő, az emberekhez kívánt szólni, értük dolgozott. Azért tökéletesítette művészi eszközeit, hogy a hatás minél szívbe markolóbb legyen. Korai képein még kevés a szín. Van Gogh, Tanguy apó, a festékkereskedő. Franciaországban az impressionisták ismertették meg a színek varázsával, a japán fametszetektől pedig megtanulta a vonalak kifejező erejét és az egyszerűséget. Van Gogh, az árli hálószoba. Az árnyékolást és általában minden árnyhatást kerültem. A képet síkban felrakott, tiszta színekkel festettem, ahogy azt a japán metszeteken láttam. Írta erről a képéről. Van Gogh, napraforgók. Bármit festett, nem tudott közömbös megfigyelő maradni. Szenvedélyessége eleven élettel töltötte meg az ábrázolás minden tárgyát. Van Gogh, éjszakai kávéház belseje. Céltudatosan tanulmányozta a színek érzelemkeltő tulajdonságát. Megkíséreltem a piros és a zöld színnel kifejezni az emberek borzalmas szenvedélyeit, hogy a kávéház olyan hely, ahol az ember megbolondulhat és bűntényt követhet el. Van Gogh, Dr. Gachet. Portréin sem a külső hasonlóság érdekelt elsősorban, hanem még a környezetre is kisugárzó belső élet kifejezése. Van Gogh művészetéből évtizedek múltán az expresszionista irányzat kapott indítékot. Gauguin, önarckép. Paul Gauguin nem elégedett meg a remeteségnek azzal a formájával sem, amit Cézanne vagy Van Gogh választott. Ő ténylegesen kiszakította magát a gyűlölt civilizáció a praktikus köznapok világából. Gauguin, sárga Krisztus, 1889. Színességét ő is az impressionistáknak köszönhette, de jelentéktelen témáik nem elégítették ki. Az élet nagy kérdéseire keresett választ. A jelentős tárgy festői összefoglalást, kiemelést igényelt. Gauguin, Tahiti nők mangóvirágokkal. 1991-ben búcsút mondott Európának. Az ősi egyszerűségben élő déltengeri szigetlakók között úgy érezte, itt az ember még harmóniában van a természettel és önmagával. Gauguin, Tamatete. Festészetében olyan a lényeget bemutató egyszerűségre törekedett, amilyen a népművészet vagy az ókori kultúrák sajátja. A tahiti piac figurái egyiptomi festményekre emlékeztetnek. Gauguin, honnan jöttünk, mik vagyunk,
Hová megyünk? A születéstől az elmúlásig vezető út állomásait szimbolizáló hatalmas festmény már minden vonásában ellentéte a pusztán tapasztalatra alapozó naturalizmusnak, a tűnő pillanat megragadására szorítkozó impressionizmusnak. Gauguin, honnan jöttünk, mik vagyunk, hová megyünk? Részlet. Emlékképeit, látomásait vitte vászonra, de nála a természetről festett kép is az egyéni látásmód bélyegét viseli. Az ég sárga, kék a fa, ha a mű összhangja és a kifejezés szándéka így követeli. Gauguin körül még Franciaországban művészcsoport alakult. Profétáknak nevezték magukat. Ők is mellőzték a térhatást, és vastagon keretezett, egységes színfoltokat raktak egymás mellé. Közéjük tartozott a magyar Rippl-Rónai József is. Rippl-Rónai, öreganyám, 1894. Rippl-Rónai, nő a kertben. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a kép csak másodsorban csataló, női akt vagy anekdota. Elsősorban és mindenek előtt színekkel borított sík felület, amelynek színfoltjai meghatározott rendben illeszkednek egymáshoz. Enzor, furcsa maskarák, 1892. A belga James Enzor magányos művész volt. Számára is szűk volt a puszta tapasztalatvilága. Nem tudomásul venni, hanem ítélni akart, mégpedig morális indítékból. Toulouse-Lautrec csak ironikus volt, ő viszont torz alakoknak ábrázolta az embereket. Enzor, Krisztus bevonulása Brüsszelbe. Rossz közérzetét, javító szándékát látomásokba vetítette. Főművén bizarr módon keverednek a keresztény megváltás és az aktuális társadalmi forradalom szimbólumai. Munk, önarckép. A norvég Munk festészetének alapérzése az ember és a világ konfliktusa. Általa az északi miszticizmus és a mélyen rejtett homályos ösztönök is hangot kaptak a századvég művészetében. Munk, a beteg kislány. Korai, a fény vibrálásának visszaadására törekvő képén is már melankólia uralkodik, az elmúlás gondolata kísért. Néhány év múlva már szó sincs látványról. Ember és természet vonagló formákkal jelzett képét egyetlen érzés, az iszonyat belső látomása alakította ilyenné. Munk, a sikoly, 1893. Munk, az élet tánca. Az élet örök körforgásának szimbolikus képe ez, akárcsak Gauguinnál. De örömnek, harmóniának itt nyoma sincs. Csupa pusztító szenvedély és pesszimizmus. Munk, lányok a hídon. Munk tragikus életérzése és megkapóan tömör kifejezésmódja erjesztően hatott az európai, főleg a német művészetre. Klimt, várakozás. Mozaik. A nagy magányosok kezdeményezése nyomán a századvég művészetében általánossá lett a lázadó csoportok kiválása. Bécsben szecessziónak nevezték az új tömörülést. Egyik vezetője Gustav Klimt volt, aki az immár divatossá, sőt rafináltá vált díszítményesség jegyében alkotott. Klimt, három életkor. A dekoratív modorban előadott szimbolikus témák népszerűek lettek. Már nem csak a festővásznon kaptak helyet, hanem az épületek falain is. Ari Russo, önarckép. A szecesszió vagy Art Nouveau néven a testvérművészetekre is kiterjedő irányzatok mellett egy másik vonulata is volt a megújulási folyamatnak, a neoprimitivizmus. Ezzel párhuzamosan elkezdődött az őstehetségek ünneplése. Legkiválóbbjuk egy nyugdíjas párizsi firánc, Ari Russo volt. Russo, alkonyodó nap az őserdő felett, 1907. A primitivizmus is a tiltakozás, a kiútkeresés egyik formája,
az érzéki tapasztalatokon alapuló észszerűség a világban csődöt mondott. Jöjjön hát a gáttalan naív képzelet, amely őserdővé varázsolja a virágos kertet, és csodás mesevilágot teremt. Csontvári koszkatibadar, magányos cédrus. Meseszerű fantázia teremtette világnak tűnik a magyar csontvárié is. Képein a valóságos dolgok túlnőnek önmaguk egyszeri létén. A magányos fa a magány szimbólumává emelkedik. Csontvári, a Tarpataki völgy. A Tarpataki völgy nem kiragadott töredék, mint az impresszionisták életkivágása, hanem nagy lélegzetű panoráma, teljesség. Manet, Argenteuil és Munk, a művész húga. Az impresszionisták életörömével szemben a posztimpresszionisták művészetéből néha mélységes pesszimizmus árad. Undoruk, kétségbeesésük, tagadásuk, ugyanakkor egy új értékrend követelésének első jele is. Degas, táncos nő a színpadon, és Van Gogh, ciprusok. Az impresszionisták szétszórt laza színfoltjait ők ismét rendbe szervezték, azonban már nem a régi akadémiák szabályai szerint. Az újfajta kép a dolgok külső képével együtt feltárja a művész belső világát is. A művészi kifejezés területe mérhetetlenül kitágult. Cézanne, önarckép. A tények passzív tudomásul vételének helyébe az átalakítás szándéka lépett. Új életérzés öltött festői formát. Gauguin, fehér ló. Gauguin mondta ki először a modern művészet egyik alapelvét. A művész deformálhat, ha deformációja kifejező és szép. A művészet abstrakció. Picasso, avignoni kisasszonyok, 1907. A modern művészet alapjait megteremtő posztimpresszionizmus örökségét a 20. század útkereső művészei magukra vállalták. Ők már nem voltak magányosak. A kubisták, vadak, expresszionisták, szürrealisták, az abstrakt irányzatok követői közös programmal egymás segítve hasznosították az elődök művészetének tanulságait. A diafilmet összeállította Havas Lujza művészettörténész. Szerkesztette Ruzicska Józsefné. Szövegét elmondta Péter Ferenc.